Építészmérnök hallgatókat vártak bát a széken a táborba, akik többek közt örökségvédelmi szempontból értékes épületeknél is segítenek. A tábori közösség próbálja ezeket megóvni, már csak azzal is, hogy állapotukat dokumentálják, és a jövőre tekintve terveznek, elindítanak egy gondolatmenetet, hogy hogyan is lehetne ezeket helyreállítani. Farkas Tamás szervező tájékoztatott minket a párnapos programról. A tavalyi évben kicsit más struktúrája volt a tábor, ott egy hétfői érkezéssel és egy vasárnapi távozással történt ez a táborozás. Idén egy kissé másként alakult, most a tegnap este érkeztek meg a táborozók, és egészen szerda délutánig vannak itt, tehát most egy teljes hét időtartamára, de egy hét vége is beleesik ebbe a táborba, és alapvetően a táborozók minden reggel-reggeli után valahova egy helyszínre kimennek, felmérik az épületeket, aztán ebédelnek, és ebéd után ugyanezt folytatják. A hét második felébe pedig jellemzően inkább a számítógépen szerkesztik a hét első felében felmérteket, illetve továbbiakban előadások is színesítik ezt a tábort. A pénteki napon Lajvér pusztán egy kápolnán és egy présházon dolgoztak a tanulók. Előbbiről Nyári Marcell József beszélt, aki a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnök hallgatója. Az építészklub szakkollégium jóvoltából jöttünk le ide Bátaszékre felmérni ezt a kápolnát. Én tavaly nem voltam, tavaly volt ennek ugye már egy első esemény ennek a felmérőtábornak, és idén folytatjuk ennek a hagyományát. Tavaly a többek között Christopher is felmérte ennek a kápolnának a falazott szerkezeteit, és idén a tetőszerkezetekkel folytatjuk. Fontos, hogy a megfelelő támogatói rendszerrel rendelkezzen a közösség, hogy legyen erőforrás foglalkozni ezekkel az épületekkel, ebben pedig a városvezetés is partner, mondta Görcs Péter. Sok-sok ember kérésére felvállaltam azt a feladatot, hogy a műemlékekkel, a műemlékvédelemmel, illetve az értékeink védelmével foglalkozzak. Azért is vagyok itt, hogy a legfontosabb, amit el kell mondanom mindenkinek, hogy ez az egész nem történhetett volna meg akkor, hogyha az emberek nem olyan adakozóak, nem olyan segítőkészek, és nem olyan szemlélettel bírnak, hogy valóban ami megvan, azt meg kell menteni, amire oda kell figyelni, arra oda kell figyelni, és tudom, hogy ez nem egy gyors folyamat, de perspektívába és hosszúságába, tehát időbe, ha gondolkodik az ember, akkor oda el fogunk talán valamikor jutni, hogy az állaguk ne romoljon az épületeknek, és akkor ilyen szinten egyfajta általános jó közérzete legyen az embernek a városba, amikor látja, hogy megvannak a régi emlékeink, és azok nem pusztulnak, és sőt, talán esetleg egyre szebbek is lesznek. Jövőre is várják a hallgatókat, akik az építészmérnöki hivatást tekintik a jövőjüknek.